A Mária főhadnagy nagyon speciális darab az operettek között is, hiszen ez az egyik azon kevés számú operetteknek, ami valós történeten és valós szereplőkkel írja meg a meséjét. Vagyis nem egy fiktív történet, nem fiktív szereplők, hanem Görgei, Kossuth, Jancsó Bálint, Draskóci, és hát természetesen Lépstük Mária, aki ezt a történetet, amit a Huszka Jenőjék színre vittek, ezt valójában végigélte, csak Huszkáik az operett nyelvén mesélik el. Különlegessége az az estének, hogy Margit szigeten mutatjuk be a darabot, ami megint csak egy furcsa és különleges helyzet, hiszen szabadtér. Viszont én azt gondolom, hogy ennek a darabnak annyira kell a szabad tér, meg a szabad levegő, hiszen az egész a szabadság körül forog. Pontosan azt akarjuk ebben megmutatni ezzel a darabbal, a történelem lapjain túl, meg az ismereteinken túl, hogy ez akkor 48-ban hogyan zajlódhatott, mi volt az a mámor, az az extázis, ami ezeket a fiatalokat, jurátusokat, akik ugye a jogászhallgatók voltak, költőket, petőféjéket egyszer magával ragadta, és beáramlott a szabadság levegője, a szabadság reménye, a szabadság szele, és az valahogy ezt érzem, hogy itt a Margit szigeten, a fák között, ahogy az ember kinyitja a teret, úgy nyílt meg akkor ez a történet, és a maga mindennapi, vagy hétköznapi, vagy köznapi szintjén zajlott, ahogy ez a mámor, ez egyszerűen magával ragadott mindenkit, és ezekből a fiatal srácokból egyszer csak katonák lettek, szabadságért küzdő hősökké váltak, és hát Lépstük Mária, akinek a története az, hogy nőként végélt egy ilyen csodálatos korszakot, ugyanakkor vérzivataros korszakot, férfinek hitte mindenki. Tulajdonképpen a darabban is több helyszín változik, és ezért is mondom, hogy a Margit szigeten különlegesen jót tesz ennek ez a fajta millió, hiszen maga a csatatér, a Budavár bevétele, vagy a katonai tábor, vagy tulajdonképpen Simunicsék egy partia, ami szintén a kertben zajlódik ebben a változatban, tehát az egészben én akartam ezt a nyitott tényleg, nyílik a világ, nyílik a színen, mint a lélek. És hát a harmadik felvonás pedig Szentónia Hargitai birtoka. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy itt most nagyon hazaérkezett ez a darab. Lépstük Mária vagyok, a Mária főhadnagy című nagy előadásunkban, Huszka és Szilá egy előadásában, amit most idehoztunk a szabadtéri színpadra, a Margit szigetre, ami nekem egy nagyon nagy öröm, mert most már második lehetőségem van, hogy itt bemutatkozom a közönségnek. Először a Cseres királynőben szerepeltem, a Vidnyánszky Attila rendezte Cseres királynőben, amikor 19-ben itt debütálhattam a társulattal, mint Stázi, majd a színpadon már bent a házban, mint a Szilvia. És most pedig második alkalommal lehet lehetőségem itt megmutatni magamat, mint Mária főhadnagy. Ez nekem egy nagyon nagy öröm, mert itt a szabad ég alatt szerintem ezt az előadást megmutatni szerintem egy fantasztikus lehetőség. Nagyon jó érzéseim, nagyon jó emlékeim vannak. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó tempója van most az előadásnak, most is nagyon jó tempója van az előadásnak, működik az előadás, együtt rezonál velünk a közönség, és ülnek a poénok, és együtt jön velünk a sztoriban, visszük a sztorit, és hát nagyon reméljük, hogy a második felvonásban is ugyanilyen jól fognak szórakozni a kedves nézők. Meglátjuk. Huszka Jenő Mária főhadnagyában én már kétszer játszottam Cvikli Tóbiás szerepét, a táncos komikus szerepét, azt is nagyon szerettem. Most viszont, mint Jancsó Bálint lépek színpadra,
Nagyon-nagyon szeretem a táncos komikusi szerepkört, és már több interjúban elmondtam, hogy egyik fő vonalamnak tekintem a bon vivánkodás mellett, és nagyon szeretném az egyik szerepkörnek a sajátosságai, tulajdonságait átcsempészni a másik szerepkörbe, mert úgy gondolom, hogy nem csak karót nyert bon vivánként lehet itt a színpadra lépni, hanem egy picit meg lehet mutatni az embernek azt, hogy mennyire ember, hogy milyen ember, hogy mennyire esendő. Meg lehet mutatni a különböző tulajdonságait, az érzéseit, és ugyanúgy a hőszerelmes is elesik, mint ahogy elesik a táncos komikus is. És a hölgyeknek például, vagy a szubretnek, vagy a primadonnának ez külön tetszik. Az is tetszik, hogyha eljátsz a nagy-nagy férfit, de én úgy gondolom, az is tetszik, hogyha azt látja, hogy ő is ugyanilyen emberből van, mint bárki más. Most már harmadik alkalommal léphetek a Margit szigeti szabadtéri színház színpadára. Először a cirkusz hercegnő Miss Mébőjeként, majd a Csárdás királynő Stáziaként, most pedig a Mária főhadnagy Panniaként mutatkozhatok be a közönség számára. Hát nagyon izgatott vagyok most is, mint az előző két alkalommal szintén. Ugye mindig nagyon-nagyon nagy élmény itt fellépni, egészen varázslatos hangulata van ennek a színpadnak. A szabad ég alatt, az árnyas fák alatt játszani egészen természetközeli élmény. Arról nem is beszél, hogy ekkora közönség előtt játszani, az mindig hatalmas energiákat szabadít fel. Panni most már a sokadik szubrett szerepem, de a sok herceg kisasszony és gróf kisasszony után most először játszottam parasztlányt. Egy parasztlánynak egészen más energiái vannak, mint a nemes kisasszonyoknak, úgyhogy nagyon nagy kihívás volt. Panni nagyon szókimondó, nagyon őszinte, nagyon ösztönlény, ami a szívén, az a száján. Egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ki mit gondol róla, és azt hiszem, hogy a szerepnek ez volt a kulcsa, hogy megtaláljam magamban ezt a felszabadultságot, mert az életben én sokkal visszafogottabb vagyok, és nem vagyok ennyire bátor, mint Panni. Ezt kellett újra megkeresnem, a személyiségemnek ezt a részét, aki ennyire felszabadult tud lenni, és ekkora életörömmel tud haladni a céljai felé az életben. Jó, Jancsó úr! Csukja be a szemét! Tessék, nyisd csak ki a száját! Inkább csukja be! Megmondom én magának, Jancsó úr, hogy kellett volna bevenni Budavárát! Így orra bővízzel! De engem ugye soha nem kérdez senki. Ebben a csodálatos operetben, a Mária főhadnagyban én alakítom a táncos komikust, akit úgy hívnak, hogy Cvikli Tóbiás, és ez ezért is különleges, mert a szerző azzal, hogy Cvikli, valamit már jelzett ebből a szerepből. Ugyanis a Zwickl a német csípni szóból származik, tehát ez a figura egy kicsikét mindig csípős, és ezzel együtt van meg a humora. Azért különleges dolog itt a Margit-szigeten játszani ezt az előadást, mert ez egy olyan atmoszférát teremt, amit sehol máshol az országban nem érhetünk el, de feltételezem, hogy néha külföldön sem találjuk meg. Egyrészt a Margit-sziget szimbóluma mindannak, amit mi pestiek nagyon élünk, és természetesen annak is, amit vidékről lehet gondolni, a szabadság, a fiatalság, a zene, az öröm, tehát minden egyszerre van itt jelen a Margit-szigeten, és ahogy ezt az előadást is játsszuk itt a Margit-szigeten, ez is egy ilyen örömünnep.